bátyák, nagyon komoly helyre jöttem. Képzeljétek el, múltkor ugye voltunk az ANTS-en, ahova meghívott Kira bátyám, és ott találkoztunk a pumatúzos csávokkal, akik itt vannak mögöttem. De most nem is a pumatúz volt a fő attrakció, vagy hát szám, amiért itt vagyunk. A fő téma, azok az amerikai autók voltak a hátsó tercián, amit most meg fogunk nektek mutatni. Gyertek velem! Jó öreg amerikai V8! Úgy mondták, hogy nagy Hammer. Nagy Hammer egyébként. A tank az hány literes? 1000 literes tank? Hát itt van 200 liter, meg a tulajdonon 200 liter. Tehát akkor 400. Hát, kicsit el... Hát most benzinben. Hú! Igen, ez ilyen... Ezt használják Amerikában a mentőnek a... Igen, igen. Igen. Ez egy 7-3-as V8 van, hát mi más, ugye? 7-3. Igen, 7-3. És ez a Power Stroke. MS Diesel, ez turbo diesel, ez a Power Stroke, ez egy ilyen nagyon... erősített motor, ennek itt iszonyat nyomatéka van. Szított, hát mi híradós kocsinak becézzük. Amúgy igen, tényleg. Aha, híradós azaz. Tom, nincs szívem eladni. Ezt 95-ben vettem, ez egy Chrysler Le Baron, 2.2 turbo benzines. 177 lóerő, ez azért akkor 95-ben azért nagy szám volt. Az igen. Ezektől nagyon féltem még én odakint, tehát szörnyű szerelni. Én most is félek. Szerelni, az igen, az horror. Nem egy szerelőbarát, semmi rajta szerintem. Vagy még nem volt hozzá szerencsém nagyon egyébként. Jó, jó pofa, meg nagyon ez a régi retro kinézet. Hát de mit tudom én tehetsz. Ez már nem az. Ez már nem az. Tehát milyen Amerika? Hát ilyen motor, nem is láttam. Tehát... Hát a Ford. És benne van, bazdmeg. És ez volt a gyémánt jubilomi kiadás, és a két üveg között az ott egy igazi gyémánt. Az I betűn, a Diamondon, az I betűn a pont. Na most ezt elmondtuk. Azt most ne, azt már vágj. De sírt is föltörték, most tudod el. Ugye egy ilyen design elemnek. Nézd csak. És egyébként... Amerikai autó, pótkerék. Mert konkrétan erről beszélünk. Hát komoly iskola buszokat? Dízel. 6000? 6700. Ez is a Hammer motoros? Ez egy érdekes dolog. Ezekben az autókban, ugye ez egy elég friss, ez itt 15-16 éves ez a gépjármű. Ezekben ilyen erőgép motorokat tesznek, tehát úgy mondjam, hogy munkagép motorokat. Ebben egy Cummins dízel motor van, amiket rép rá a műanyagra. Hát igen. Tehát Amerika. No step on plastic. Ha rálépnek, letörik, garanciába kicserélteti. Nem áll. Ez ugye macskát tett a mikrofonba, nem most komoly, garanciába kicserélteti. Hát nem volt odaírva, azt ráléptem. Das ist odanész. Milyen új. Ez valami manból lehet, vagy nem tudom. Amúgy kamion, a DAF-nak. Valami kamionnak kinéző téma ez. Télőn már is ráparancsolsz, hogy azonnal jöjj vissza, végyen. Álljatok le! Ülj, gyerek! Nem ülsz le, az anyja! Oh. A napsüssőre. Oda nézd, és kirúgta magát, és már ki is tudsz ugrani belőle. King Nice, kis buszban vagyunk, látjátok? Amerika! Amerikába, itt vagyunk Amerikába, Magyarországon, a bátyánál. Úgyhogy, ha buli kell, szóljatok, megyünk busza. Komoly Mercedes, Daimler, akkor a motor is valami Merc is lesz, mert ha az elektronika Mercedes, nem. Daimler, akkor... Nem. Akkor... Kemény az, kőkemény Amerika. Kőkemény? Á, de... Ebben 5-7 hemi van, semmi közel is a Mercedes. Egy fél vadászni a bűnözőkre. Mondjuk fora izé ülni elől, nem? Komoly, elől? Hát nem hátul. Komoly, kap... Lehet ütni a fejed, de hogy hülye voltam, beleültettek. Hát igen. Ez az a... atomanyag! Igen. És ő meg sem mozdul, figyeld! Hát az be van kötve. Ez komoly. Hát igen, innen már nincs menekvés, bátya. Port. Pop the hood. Pop the hood. Pop the hood, bro. 5-7. Meg az a baj, már ez is, itt is már Amerika sajnos elkúrta, mert elkurvultak, mint Európában. Alumínium blokk, alumínium hengerfej. Jó, meg minden, nem az, hogy rossz,
Csak ez már sose lesz olyan. Tehát, az új rendőrautók újra Fordok, ugye ez a Dodge Charger cserélte le 2000-es évek közepén a Ford Chrome Victoriát, a nagy hajót, ugye a taxik és ugye rendőrautók is azok voltak. És most újra a Ford nyerte el a tendereket, most Ford Explorer az új rendőrautó, EcoBoost. 3 liter EcoBoost. 3. De onnan nem, vagy mindegy. Na, izé. Hogyha már itt vagyunk, akkor figyeljetek. Megmutatjuk ezt a szerszámboltot is, mert úgyis kell egy 13-as hosszú villáskulcs nekem, amit már régóta szeretnék, csak nem volt időm még foglalkozni a rendelésével, de mondom, itt vagyunk, nézzük meg, hogy mi van itt. Ugye ez egy komoly épület egyébként, körülbelül 200 éves,